Nyári munkára toboroznak diákokat a Párciumi Diák Munkairodák. Legfőképp a szórólapozásra alkalmaznak fiatalokat, az elhúzódó válság miatt ugyanis a cégek inkább saját alkalmazottaikkal végeztetik el a járulékos munkákat. Más diákok szüleik vagy ismerettség révén jutnak időszakos nyári munkához. Esetleg ajánlhatom a ház pizzáját, az Amigo pizza. Tehát azon van a legtöbb minden sonka, gomba, szalámi, béka. A 22 éves nagyváradi Holzer Evelin ismerősei révén került ebbe a nagyváradi pizzázóba. Szerencséje volt, mert nem csak a nyári vakációban, de az egyetemi évek alatt is tud keresni egy kis mellékest, melyet tanulmányaira és ruházkodásra költ. Az egyetem mellett abszolút nem okoz gond az, hogy dolgozzam, szerencsére össze tudom egyeztetni a kettőt, és a főnököm is ebben nagy segítségemre, hogyha legalább szeretnék kérőzni, akkor elengednek, és nem áll fent ilyen probléma, hogy ne tudja bemenni emiatt egyetemre. És nyáron pedig teljes mértékben szabad vagyok és ráérek. A nagyváradi diákmeló legalább nyára időszakosan tudna neki munkákat biztosítani. Az iroda 7 éve működik, havonta 20-25 fiatalnak tudnak munkát közvetíteni, elsősorban olyanoknak, akik betöltötték 16. életévüket. Ezek a munkák havonta többször jönnek, tehát több megrendelünk van, több nagy megrendelünk, akik több tízezer szórólappal érkeznek hozzánk, és az egész város szeretnénk megszólni. Általában a központban, ahol nagyobb a tömeg, oda szoktuk kiküldeni a fiatalokat. Évekkel ezelőtt még adatrögzítésre, csomagoláshoz, raktárba, borítékolásra, takarításra is toboroztak diákokat különböző cégek, ám idén csak a szórólapozás maradt. A kormány ezért indította a nyári munkavállalást ösztönző programját, melynek értelmében pénzt adnak azoknak a cégeknek, akik diákokat alkalmaznak. 60 napra, vagyis csak ameddig a nyári idő, nyári vakáció tart, ebben az időszakban ők minden hónapban, vagyis kétszer 250 lei anyagi támogatást kapnak a Bihar megyei munkaügyi és vállalkoztatási ügynökségtől. Általában ezek a munkák, ezek a fiatalok onnan jönnek, általában szülők, amelyek munkáltatóknál dolgoznak, vállalkozásoknál dolgoznak, cégeknél dolgoznak, nyári időszakra beprotezsálják a jó értelmében ennek a szónak, beprotezsálják gyermekeiket. Felmérések szerint Romániában a végzettek 35%-a vállalna nyáron valamilyen diákmunkát, ám csak 20%-uknak jut.